Sziasztok! Ez a harmadik évad, negyedik, vagy nem tudom, hanyadik része, és most nem CRPG-n játszunk, hanem Plus RPG-n. Sziasztok! De a Itt van csapat velem nevén. Frepp, és most itt farmerkodni fogunk, és van egy konkurens Na, vetőember. várjad, most be akarsz szólni. Mit tudás, kis köcsög? Tom Ordure a neve, most már azt is Nyomorék, tudjuk. igen! Anyád a nyomorék, hogy megszült a geci. Olyan, már van több vető, és akkor nekem dolgoznom kell, mert már a farm tele van. Fú, de bol! Ne! Miért nem? Ezek az ingyenélők, rögtön már mennek utána. De bol! Én vagyok az... Hello, te kis köcsög! Várjál már meg, pici, várj meg! De pazd meg, annyian vagytok mögöttem, mint a parasztok, te! Na, anyádat, mit tolak? Hárman követtek engem! Fékezd le! Megszívja a kis kané. Ne, de 80%-os rosszaságban vagyok, he. Ja, amúgy azért jöttünk át a Class RPG-re, mert hogy... a CRPG nem töccött, és így ez okay, most jobb. Igen, a két gyerek az meg most gyilkolja egymást, úgyhogy addig én itt szépen dolgozhatok. A lényeg az, hogy a Dávid a gyerek itt ülteti a cuccokat, meg a többi paraszt, én meg aratom, és fizetést kapok érte. Eléggé, én vagyok az egyetlen értelmes gyerek, aki kombájnál vagy, mert én vagyok az értelmes. Picim. Fogd rá a pofámat. Azért, mert neked van pénzed kombájnál. Ja, vettem benzint, és idehoztam. Egyet mondjam. Hol vagy, Tici? Elvegyem a lelkedet, Nicker? Ne. Oké. Vedd már neki. Követlek, Tici. Zodálok rád, meg minden. Várj meg. A sok mocsok jön. Oh, de megint nincs izék, hogy hívják, dudáló hang, pedig nekem... De, hallom, csak nagyon halk. Azt a pirosat, az daráld már ne, az nyomorék. Hol van? Meg el... Itt, mellett. Nekem 80%-os sérülése van, te dodgemezni. Hát akkor majd megszívod. Csak fékezd le, ő meg fogja szívni, fékezd le. Én is megszívom, ugye, tudod. Úristen, ez ki? Ki ez a retardált? Majdnem velem szemben jött. Ó, Tici, várj egy picit. Várj, nagyon picit. Oh my god! Oh my god! Na, egy pillanat, átalakítom a Sanyikát a pityúvá. Még belépek. Na, sziasztok újra, itt vagyunk. Sziasztok. Műszaki hibák miatt maradt félbe a rész 3 percet. A testvérem egy műszaki hiba szerint? Igen. Szóval, Dávidka úr, vagyis Frepp mindjárt visszatér, én addig na, semmit aratom, mert kurvára nem dolgoznak az emberek, csak traktor én dolgozni fogok. Tényleg, nincs egy kombájnos se. Itt egy gyerek megy végig. Na, arat már, na, ültet ez itt a piros! Hol a piros? Itt a piros pólós gyerek. Anyádat tapost. Hallod a tudát? Mert nem hallom, lehet, hogy a videóban hát, benne van. Nézd, gyere már, kapjuk már ezt a gyereket. Hát, de akkor téged is elütlek. Na, akkor most üsdek. Hallasz engem. Hallak. Muhahaha, hát akkor elütlek, bazd meg. Fucker! De ravasz. Na, de nem sokáig lesz ravasz. Most üsd el. Úgy van. Cservenhagyás. Várj, nézd, most kirabolom a hulláját. Mit tart nála? Na. Rávilágítok, hogy lássák a nézőt. De nem vagy mentő. Mi van? Akkor csak a mentő motor. Tud rabolni hullákból. Nem. Csak megvizsgáltam, motoz van, 1850 forint, úristen! Ezért megérte megölni. Úristen, ez itt legorult a hegyről. Na, ültessé már, mert nem dolgozó semmit. Annyi gyilkosság van ezen a farm, öcsém, szerencsére nem jött ide eddig egy rendőr se. Na, elvettem a pénzét, ez az. Valaki rám írt Skype-om, az aki mapperkodni akar a szerómon. Motor leállítás. Per fill diesel. 10 per alma. Evés. Nem is kell beírni. Van egy kis gond. Az, hogy már csak
De mit győzz belém direkt? Hú. Tici, kapd el azt a... másikat is. Ahott elment, ja. Húgyozok és közben almát teszek. Úristen, alig van HP. Rajos van, vezessük a kombányt. Ott egy váltós, el akart egyet kapni. Azt kell elcsapni. Hát. Itt van egy jippes is. Azt is üsd, de az biztos rosszat akar. Szerintem bűntársak. Úristen, ezek tényleg itt ralliznak. Szedd már fel! Komolyan logika valóságban is izé. Itt ralliznak, ahol a kombájnok vagy a traktorok mennek. Csisztambul. Rég volt Bartos videó. Anyád picsáját, ne jössz nekem! Rosszul számoltam ki a kanyart. Hát, észrevettem. Szerencsére megöltünk egy embert. Úgy akkor tudja a nevemet, szóval lehet mindjárt admin jailt kapok. Már megint. Miért? Hát kiírja, hogy ki ölt meg. És? Elütöttem kombájna. Erdpés volt valóságban ráugrál. Igen, még egy kombájnos kell. Nem egy ültető kell, de nem egy kombájnos. Hát, ha belém jön valamelyik... Én belemegyek, az biztos. Rohadjál szét. Úha, már csak egy liter benzin van. Akkor én is ültetek, várjál. Nem. Majd lopok másik traktor. Na, melyik az én? Ez a baltonos vadállat. Hova? Lemerült az aksiget, rohadjál már szét. Nincs üzemanyag. Stipistopi? Igen, tök mindegy, az üzemanyag, ez nem számít. De mit jön belé? 26%, na, ezt fel is töltöm. Gyere, tapossuk el. Üljetek be. Egy smiley tír. Smiley tír. És elvisz téged, miközben ütöd. Nem rángathatod ki a munkakocsiból. Áj, mikor fog már ez? Jól leugrottam. Aztán ott meg átugrhatott a hegyen. Nem igaz, ide jön azért, hogy piszkáljon minket. Na igen, azt hitted el tudsz ütni, mi nem, mert ugrottam egyet. Na, feltöltöttem. Okay. Feltöltöttem. Elromlott a kocsia. Szereznem kell egy vetőgépet. Meg is van. Na, Dávid. Én készen állok már. Pici, gyere már, kapjuk már ezt a csávót. Én dolgozok, kell a pénz, majd hogy legyen jó sok. Mit aratsz, hogyha nincs egy... Nem aratok rám beteg. Van egy ember, aki arat. Ja, úristen, arat. Ez itt az. Igen. Várjál, elkapom. Tudod kit viszel majd el, tudod kit. Kapd el. Na, esze, verszét. Azt már rátaim, hogy mit csinálsz a földön fekvő emberrel. Aha, persze, bemész a kombányba, ez nem fog működni, öcsi. Szállj csak ki. Ó, itt egy bringás csávó, egy asztékos. Ez azt kell a lóvé, kell a lóvé. Eladó kocsik. Nem mer kiszállni a kombányból. Nézd, Tici, itt van bent a kombányban. Rakj egy cénéget, hívd be azt, hogy Permi felszed egy cénét, és meg fog ijedni. Inkább legugyozom. Oké. Okay. Ó, de megaláztam ezt az embert, itt húgyoztam előtte. Az audio setup nem tetszik nekem. Hallom, hogy pittyog meg minden, így halkan hallom a traktorzugás is, de... Nagyon keresek egy... Ó, már megint itt van egy... Ja, ez egy jeepes. Oh. Most meg senki sem maradt és ketten ültetünk el. Mi értelme? Ilyenekből leszek a közgazdászok, érted? Ilyen retardált. Alatt, kussolja. Oké, bocs.
És most ki fog izé aratni. Azt mondják nekem valaki. Ez mi? Random feldob. Hagyd békén. Egy admin itt pofoz azért, mert a csávot elkezdtem verni. És hogyha a kombány közelébe megyek, amiben benne van, akkor feldob a magasba. Kovács Nikolász admin zsír kapott non-RP-s. Farma normálisan vezessetek. Farmon normális jelölőket adjanak akkor. Vakarom a kezemet. Sok retardált. Jármű elromlott, fogy az üzemanyag. Nincs egy normális üzem. Hit a új átfelújítások miatt zárva. Halló? Zárva. Cici, hol van a traktorod? Én ilyenleg azzal megyek. Vagyis kombány. Ja, ott a tartály környékén. Ja, a tartály. Amúgy ne nyom már gombot, vigyel, mert már a nézők halnak engem, aztán visszahalnak két másodperces késéssel. Bocsánat. Az a jó, hogy néznek minket, akkor mert... Ne akkor ne beszéljek? Akkor ne beszéljek egyáltalán. Hát, ne beszélj. Az a jó, hogy néznek minket, mert... Ó, Isten, itt te vagy? Te, hülye köcsög. Aha. De ez a vicces, hogy ő hívott admin segítséget, miközben elkezdett így izé leütközni mindig Bartonnal. Szóval, ja. Okos gyerek az. Oh, ott a kombájnod, ott a kombájnod. Na menjél onnan, ez az enyém. Ennyi miért én kukasztom. Akkumulátor nem erült, remélem nem ez volt a tér. Bizonyos szakaszban nem fog valamiért a vetőgép. Ja, a jármű elromlott. Nézd, hol lehet még benne? Nézd, hol... Neked indexelős kombájnod van? Nem tudom. Ó, oh, bakker, mennyit tudsz? Beindítom a kocsit! Ez az, mindjárt nyugi jövök. Töltsd fel, mert kevés az benne. Az ott az. 13. Az ott az. 13 liter. Ja, akkor egy csomót hagytam neked benne, szívesen. Úristen, össze-vissza dobálja valamilyen kombájnomat. De milyen gyors már ugye most izé. Per fill, dízel, na tankoljunk. Ajaj, ne! Itt a piros buz is. Piros póló? Aha. Piros pólós! Hol van ez? Mindjárt most ül be a vetőgépbe. Ott, bal oldalt. Ott fut már, ja nem az másik gyerek, nem hol baj. Vagy? Ott arra fel, tartálytól balra. Ott van, látom! Látom, hogy már itt közöttem. Nem akarok, hogy 88%-os esélyes. Csak rádudálok diszkréten. Csak hogy tudja, hogy figyelem. Óristen! Óristen! Te fel vagy elkerülni? Hát miért? Még nem volt fel, izé. Fel. De hogy nem az... Fel. Már megnőtt az első fel. Ja, de csak az első fel, és a másik fel még nem volt. Ops. 90%-os a sérülés. Ta-da-da-da-da. Ez a hülye pittyogás már irritál öcsem. De így legalább tudod, hogy mikor ültet. Hát ja, nagyon király. Engem az irritál, hogy a kombájn az miért nem tud egy helybe megfordulni. Tankok. Na, jó, mert fontosan követleges, amint befejezem, mehetsz az elejére, aztán én is mehet az elejére. Hova kell nézni, hogy hány perces ez a videó, az meg hely. Mi ez? Egy egész sort nem ülteted be ez a szar. Megszívtok. Te szívtod meg. Nem maradhatsz. Mindketten megszívtuk. Bakker, én még mindig ütközök minden szar. Legyek bebaszott kombányos? Nem tudom, figyellek, most nézzük, mit fogsz csinálni. Oh my god.
Hallod, ebben, hogyha az egész meg lenne, vagyis be lenne ültetve, akkor beleírhatnánk a nevünket például. Oh. Tök jól nézek. Nagyon király lenne. A helikopterben mindenki látná, hogy jó, de kemény az a frepe, és a tudlari he. És a tudlari. Tényleg beírom a YouTube csatornám linkjét. Vagy a fizetős izéken, amiért pénzt kapok kb. 0,01 forintot. 0,01. Ha már 4 forintot kerestem egy nap alatt, szóval gazdag vagyok. Uha. Ha így folytatom. Ebből levonjuk. Ebből levonjuk az inflációt, meg a posta költséget, amiért kihozzák. Paypalon keresztül. Paypalon a pénz. Jóha. Tehát akkor te milliómos leszel pár évszázadon belül. Aha. Bakker, már csak 6 liter benzin van. Mennyi az idő? 7:30? Bakker, nem látom semmit. Úristen, de be vagy basszva. Maradjál már. Draw me emotion, sa la 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 la. La 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 la. Nem tudom, hány perc megy a videó. Draw me emotion. Kb. 5. Izgalmas, mi? Ugye? Jó. Na, majd akkor lesz izgalmas a fegyver. Úgy lesz, hogy CRPG, kötője parasztok, harmadik évad, nem tudom, anyadik rész. Ja, meg a Class RPG, de nem tudom, átírjam-e, mert egy CRP, csak másnál van. Hát legyen Class RPG sorozatnál. Hát már adjon CRPG. Ne zavarjanak össze a gyenge elméjűek. Úristen! Átmentem a hullán, és plusz 300 sérülés. Ám is sokszor bedarálja. És a vetőgép szerencsére mér. Jááá, piros pulcs is gyerek! Azért elütöm. Ó, ott fut, elütöm. Ott fut valaki, ezért búzom ezen elütöm, és kifosztom. Jó van. Piros pulcs is gyerek, afkol a tartály. Pulcs gyerek, afkol. Jaj, ne, nem látom ebben. Anyát picsálja engem le! Ó, bakker, hát... A nagy búza eltakart a csávót, tehát bocsáss. Nézzük, hogy gyere, még él a gyerek. Most menj megint felé. A jaj, búza. Ne a még nem létező búza. Jaj, ne. Na, csinálok búzát körülötte, hogy ne látszódjon. Bűntársad leszek. Ja. Ó, már csak 3 liter benzin van. Várjá, itt lesz mindjárt, ott a búza. Tü-tü, ott a búza. Jaj, bocsáss! Jaj, mindig így fut most. Menekülés a búzából, hát, horrorfilm. Bakker. Hát valóságban én is futtos. Kap be te barom! Hát ez egy bunkó. Azt jelenti, hogyha nem vezetünk normálisan, akkor büntetés lesz. Az ilyen tök normálisan. Jaj, de búza! Ha nem adnak normális kocsikat, akkor sztrájkolni fogok. Mi van? Ja, az összes kocsit oda. Ez miért lenne normális, ja. Köcsög? Kurva nigger. Pazd meg. Miért az normális, hogy motorosok itt mennek a búzamezőben? Meg az normális, hogy csávók futkorásznak a búzamezőben? Jaj, ne elütlek! Menjél már onnan, szerinted látnak én? Most elcsaptam? El, mint az állat, persze. Esik az eső, és szart se látok. Uha, és 98%-os a sérülés. Most árulok be egy adminnak. Most nem. Azt hitték, hogy én csinálom, vagy nem. Aha, tudom, most mi van. Hát biztos kombájn előtt, akkor az üzött traktoros. De nem tudom, azt mondja, én ütöttem el, én csak a vörös pulcsis, a piros pulcsis gyereket ütöttem el, de az még sokkal előtte volt. Engem meg nem zaklott senki. De úgy írtam neki, hogy írta a gyerek, hogy csak elcsaptad a csávót. És akkor elmondtam, hogy ez a kombájnos volt, a fekete embert ő csapta el. Nem baj, csak 900 MP-t kaptam. 0 liter. 900 MP-t kaptam. Ó, nekem is 0 liter lesz, bakker. És el kell tolnom a tartályig. Miért izé? Kaptál az mizé? Arról beszélek. Hú, hogy mit csináljak? Üdv, mennyit kaptál? 837 MP.
CP. És miért? Azt hitték a hülye adminak, hogy elcsaptam itt egy niggert, közben meg a kombájnos volt. Pedig a kombájnos volt. Mondjuk úgy, hogy nem is tudok a piros pulcs esetről. Lehet, ez a beépített ember, és az adminok most tudni fogják, hogy hülyének neveztem őket. Hallod, itt írja nekem az egyik gyerek, hogy hé, te megtanultál, az a piros pulcs is. Nem csodálkoznám, ha nem lenne jogsid. Írom neki, nem csodálkoznám, ha tudnál beszélni. Már csak 774 MP, ugye? Megnézem addig, hogy hogy áll a vidi. Na, újra itten vagyok, ehe. És még kb. 3-4 percet fog menni. Perdi, ó, céof. Ugrok egyet, ez az, 30 MP-re csökkent. Megnézem a seggét, megszakolgatom a seggét, ez az, meg tudom szakolni a kapuszni a seggét. Ez az, megszakoltam a seggét, ó, yeah. Permi szippant, mindjárt is oda le is írom, figyelj egyet emberek. Permi szippant, aj. Na, ne félj, ne félj, ne félj! Szippantottam. Itt vagy, farkas ferep. Itt vagyok, csak éppen pofázok a piros pulcsis gyerekkel. Itt dumál nekem, és én megírtam neki, egy vicces kis gyökér vagy. De itt írja, hogy például, hogy ilyen nyomorékokkal nem sokszor találkozom, te egy különleges eset vagy. Meg figyelmedbe ajánlom az elsős szövegértési feladatokat. Miért is? Kérdezd meg. Megkérdeztem. Mert ahogy fogalmazol, elégdél. Hallod, IC írja, szövegértés megfogalmazás, mi a köze? Na mindegy, mi köze? Szóval, ha gyerek írja IC-ben, hogy mennyit kaptam meg, hogy miért mondtam, hogy elcsaptam az ezeket, utána per B-ben írja, hogy van drogja. Elég ICOC keverés. Itt meg írja, hogy az bizonyítja, hogy még a 8 általánosa sincs meg. Én meg, ja meg, hogy alja nép, én meg szomorú is vagyok miatta. Mondd azt, hogy nap mint nap sírok. Vagy. A társadalom szemete vagy, seggfej. Hát igen, a mai diákság, az a diákság közül is az elitebb a társadalom szemete. Az ilyenek, mint te, húzzák le az országot. Hát igen, Farkas Dávid, a közgazdászok jövője most lehúzza az országot. Írtam neki, most írtam egy ilyen szomorú smiley-t. A mi adónkból él az olyasfajta, mint te. Te mocsok, szemétládod, de nem zavarja, hogy itt farmerkedek? Ez hogy írja neked még mindig? Vagy ez most nem, hogyha farmerkedsz, akkor hogy tudsz közben írni neked? Remélem megrohadt. Anyád, picsáját, ti meg szétverlek, jó? Írd adminnak, hogy izé, ja, OOC, OOC izé kell, írd. OOC szidás. Mondd neki, hogy 11-es diák vagy egy elit gimnáziumban, ahol a Pelikán László Isten tanítja a fizikát és a matematikát. De most nem tudom, hogy ezt most IC mondja, de hogy OC-ra gondol. Írd, hogy izé, hogy... Máshoz nincs eszed, csak a búza aratáshoz. Majd így lesz, hogy IC-OC kever, meg OC szid. Mondja le, gyere. Vagy OC szidot, vagy IC? De hogy is IC-be írogat. Ja, hát akkor nem téged érint, hanem izé, karakteredet. Nagy eséllyel. Vagy csak IC-OC kever. Írom neki, hogy kihívom párbajra. Combined párbajra? Mit rendezel te? Írom neki, kihívlak párbajra, és akkor Permi megcsapja egy kesztyűvel. Annyit nem érsz, hogy megüsselek. Mondd azt, hogy nem box lesz, hanem pisztoly. 19. századi stílusban, francia duel szabályok szerint. Duel, de szar. Írtam neki, hogy Permi pofon vágja, egy fejbe csúlia. Mi van? Mi az a csúlia? Hát nem ismerjük itt Pest megyében. Hmm.
Na hát, amíg nem lesz vége az Avengers-nek a Dark Knight. Igen, persze! Lekönyököltelek! Ez megpróbált egy nyomorét. Írtam neki, SL per fal. Írtam neki, hogy per megpróbálta, okos. Persze, majd én is, akkor mondjuk per mi úgy pofán vágja, hogy rögtön meghal. Annyira bírom, hogy mindig becsuktak valamiért admin jailbe, hogy nonosan parkon például traktort azért, mert megöltek a farm közepén, és ott hagytam a traktort, mert meghaltam. Aztán admin jailbe raknak most meg, te baszakodsz a niggerrel, és aztán engem raknak admin jailbe, mert én ültetek. Látszik a fajta miatt, nézd rám, ez a kis ilyen sricés izé. Meg RP-s át lehet menni, figyelj, elbújok. Láttok engem? Nem láttok engem, jaj. Ha a nézők megmondják, hogy hol vagyok jelenleg, akkor kapok egy gratulálok feliratot. Kommentben. Bakker észre vettek. Elbújtam. Oh, yeah. Ingyen körbevezetést vállalok a városházán. Csak mesztelni jelentkezhettek. Szégyelném magam anyátékeimben. Na most, komolyan a játékba oda mennél valakihez, és így fél órán keresztül dumálnál hozzá. Én meg mindig utána megyek olyan, és behúzok neki egyet. Ja, most kiesek egy csomó pénztől. Most van 3 és 3,6 millió körül. Ja, pont 3,6. Nem akarok sulibe menni. Ja. Még 3 napot kell kivérni, és jön a tavaszi szünet. Hallod, lehúgyozom. Oké. Tavasz szünetben nem lesz akkor valahol LAN party? Nem tudom. Nagyon rég volt, és sima buliban meg nem akarok menni, mert már hány ingerem van. Most már értem, hogy a Roli miért akart LAN partira jönni, nem tudom, nyár környék. Most lehogyasztom, és írom neki, hogy megjelöltelek, most már az enyém vagy. Erre mit fog válaszolni? Félek, ez vicc. Ez egy nem szobatiszta kutya. Egyszer csak kutyázik. Érdek, hogy anyádak kutya, te retardált fasz. Kultúrálatlan barom. Igen, a kultúráltságtól függ az, hogy leugyozza téged valaki, vagy nem. Nem a józanésztől, hanem a kultúráltságtól. Kultúrát emberek nem húgyozzák le egymást, de a kultúráltan azok már lehúgyozzák egymást, és örülnek neki. Várjál. Megkérdeztem tőlem, mennyit közben már 2 csávó ide jött, egy MP-vel is az egyik gyerek, és megkérdeztem, mit szólsz bele a vitánkba? Nem tudok SMS-t küldeni neked. Na jó, eddig kézen állok. Ez mindig kell. Ó, nincs ilyen. Animes. Máshogy van, mint másik szín. Animes list. Anim help. Per anim. Bakker. Mi a parancsa, Dávid? Nem tudom. Akkor per help-be, hát ha benne van. Házasság per tanú per házasság. Hát nincs ilyen parancsak, nem csinál semmit. Per tanúsulman, Fali. Ez a játékos offline. Ja, Pál, tényleg. Ez a játékos nincs melletted. Amint kiszabadulok, a tanúm leszel, oké? Okay? Jó. Elválok, nem vagyok házas. Házasságot meg nem engedi. De
Egyébként nézzük, ha van valami ötletek, hogy milyen videót csinálják, szóljatok. Ha Klassz EP-t akarják folytatni, akkor szóljatok, vagy ha mást, akkor szóljatok. Én már kezdek fáradni. Hogy tök vicces, hogy először csak egy emberbe kötöttem bele, de most már itt van három, és az egyiknek fegyver van. Ekkora egy paraszt meg, meg hívja a rendőrséget, hogy jó estét, egy úr a búzafarmon verekszik. A búzafarmon? Többször is megütött, testi sérte. Hát én megpróbálok neki ugrani ennek a gyereknek. Ugrál össze is szalad, nincs ilyes, neki akarok ugrani. Az ugrálós fajtások. Elkaplak. Majdnem megvolt. Elkaplak. Ez az! Neki rohantam. Aha, animba estem. Hogy? Agyon vertek? Aha. Beérzel? Ha nem látják el, meghalsz. Úristen, jaj, ne, farmon verekednek. Úristen, majd rendőrök ellátják a baját. 50 rendőrkocs kiérkezik a bankrablásért, inkább idénnek. Úristen, ki az, aki bujózik? Ah, fejbe rúgtam a gyereket. Szerintem animba elkezdjék sétálni. Fuss le a tetőről. Ó, már csak kézé. 2 perc van kb. Másfél. Na, még fejbe rúgom párszor a gyereket, tök mókás. Futunk, aztán egyszer csak ugrok, és így pont a lábam eléri a fejét. Olyan, ez eltűnt a falban. Ilyet én is szoktam. Melyik falba tűnt el? Itt tűnt-e? Itt. Hol van? Eltűnt a gyerek a falban! De itt van valahol. Eltűnt valahol a fal. Ide kéne jönnöd, hogy elüssük kombájnnal, mert mi így oldjuk meg a gondokat. Várjál, még 2 perc, mert 39 másodpercet ír, de 30 másodpercnél kapok checkpointot, szóval ez nagyon király. Fejbe rúgtam. Ó, nigger, a niggereket fejbe kell rúgni. Hé, hey, nigger. Megkérdezem, hogy... miért hordasz lilát, mert buzi vagy? Azért vagy lilában, mert buzi vagy? Na, még egy checkpointbe megyek és eltűnök, addig kötekedek ezzel a niggerrel. Bakker, itt vannak a nem bűnök. Azért, mert anyádat gyászolom. Akkor miért nem feketében vagy? Vagy a niggereknek nem áll jól? Úristen! Úristen, üldöznek a rendőrök! Farmer verekedőt. Na, kiszabadultam. De komolyan, de az a vicces, én 3-at beleütöttem, és úgy testi sért, és ők meg animba vertek. Na jó van, kedves játékosok, ez lett volna a mai epizód. Nem fognak elkapni akkor se. Következő részben megtudhatjátok, hogy miért jó kombányra elgázolni embereket tömegesen. Ó, legalább jó, sokáig tudok sprintálni. Köszönöm, hogy néztetek. Ennyi lett volna ez a rész. Renderelem közben Sony Vegas-szal a többit. Sziasztok! Sziasztok!